Ebben a videóban a szófajok megismerését folytatva egy nagy szófaji csoporttal, a névmások csoportjával fogunk foglalkozni. A névmások is az alapszófajok csoportjába tartoznak, és a legtöbb szófaji besorolás a névszók közé sorolja a névmásokat. Emellett szól az, hogy a névmások helyettesítő szófajok mégpedig leggyakrabban a három alap névszót helyettesítik, vagyis a főnevet, a melléknevet és a számnevet. Az, hogy helyettesíti, az azt jelenti, hogy például nem azt mondom, hogy Zoli, hanem azt mondom, hogy ő, nem azt mondom, hogy Zoli tolla, hanem azt mondom, hogy az övé, nem azt mondom, hogy Zoli szőke, hanem azt mondom, hogy olyan, tehát ezt értjük azon, hogy helyettesítő szófaj. A csoportosítását tekintve az első csoportba azok a névmások tartoznak, amelyek főnéven kívül más nem helyettesíthetnek. És már is ilyen az első névmás, amellyel alsó tagozatos korodban is találkozhattál, illetve ha idegen nyelvet tanulunk, az első órák egyikén már is megtanuljuk a személyes névmásokat az adott nyelven. A személyes névmások tehát szintén helyettesítenek, mégpedig a beszédhelyzetben szereplő személyek nevét helyettesítjük névmásokkal. Az alapalakjai jól ismertek, ugye az én, te, ő, mi, ti, ők, de ezek az alapalakok, ezek olykor ragoszthatóak is. Például az, amit itt elkezdtem írni, hogy titeket, ez egy tárgyragos alak. Ugye itt látjuk a tárgynak a ragját, valahol ezt a tét itt felbukkanni, de a személyes névmások ragozott alakjai esetében gyakran a rag a szó elejére kerül rendhagyó módon. Például az, hogy nekünk. Ez is egy személyes névmás, egy többeszám első személyű naknek ragos, vagyis határozó ragos, részes határozó ragját veszi fel ez az alak. Nézzük meg akkor, mit is tudunk elmondani egy személyes névmásról most már. Ugye tudjuk például azt, hogy téged. Tudjuk ezt, hogy ez az alapszófajok közé tartozik, azon belül névszó, tehát a névmások közé tartozik, a te alapalaknak egy változata, tehát személyes névmás, de nem az van itt, hogy te, hanem az, hogy téged, tehát tudjuk azt, hogy ez egy egyes szám második személyű, ragozott alak. Mégpedig a kit, mit kérdésre válaszol, ez tehát a tárgynak a ragját veszi fel. Ez egy teljes értékű szófaji besorolás, amit most itt megmutatok. Természetesen te egyből csak azt jegyezd meg, amiről magyar órán is szükséges, hogy tudjál. Birtokos névmás a második, a csak főnevet helyettesítő névmások közül. A birtokot és a birtokost is egy szóval helyettesíti. Ugye nem azt mondom, hogy Zoli tolla, hanem azt mondom, hogy az övé. Tudom róla azt, hogy egyes szám harmadik személyű, és tudom róla azt, hogy egy dolgot birtokol. Tehát utal a birtokos számára személyre, vagyis azt, hogy az övé az egyes szám harmadik személyű, és a birtok számára is, hogy egy tolla van, hogyha azt mondom, hogy az övé. Toldalékolható ez is, ugye ugyanúgy, mint a személyes névmásnak az alakjai, mert hogy mondhatom azt, hogy övétől. Vagy azt mondom, hogy tieidnek. Itt már is nézzünk meg ezen is egy példát, hogy mi mindent tudunk elmondani róla, enyéimnek. Ugye ez alapszófaj, névszó, névmás. Ráismerek az enyém alapalakra, ugye enyém, tied, övé, miénk, tietek, övék, ezek a birtokos névmás alapalakjai, tehát birtokos névmás. Egyes szám első személyű, hiszen az enyém az egyes szám első személyű alapalak, de látjuk azt, hogy itt van ez az i birtok többesítő jel, tehát itt egy több birtokos alakról van szó, és mármint több birtok alakról, tehát egy birtokos van, de több dolgot birtokol, és nem az van, hogy enyéim, hanem az, hogy enyéimnek, tehát valamilyen határozó rag van a végén, mégpedig ismét a naknek-nak rag, ami a részes határozónak a ragja. Harmadik a kölcsönös névmás. Ahogy láthatod, itt a személy vagy személyek cselekvése egymásra irányul, és ezt a kulcsszót kell megjegyezned, az egymás szót, mert hogyha ez benne van a szóban, akkor 100%, hogy kölcsönös névmásról van szó. Toldalékolható, ugye mondhatom azt, hogy egymásban bíznak, vagy látjuk egymást,
Tehát többféle lehetőség van, és már is ezt az egymást ezen keresztül mutatom meg, hogy mi mindent lehet elmondani, hogyha a teljes szófaji rendszerben gondolkozunk. Ugye alapszófaj, névszó, névmás, az egymásról felismerem a fajtáját, vagyis kölcsönös, mert csak ez az egy, amiben az egymás van benne. Itt ugye nem tudunk szám személyről beszélni, itt nem lehet végigragozni egyes és többes szám első, második, harmadik személyben, viszont látjuk azt, hogy nem alapalakról van szó, hiszen nem az van itt, hogy egymás, hanem az, hogy egymást, ezért ez egy tárgyragos alak, vagy hogyha csak annyit szoktatok, hogy ragozott alak, akkor ennyi is elegendő. Menjünk tovább, és nézzük a csak főnevet helyettesítő csoportok közül, helyettesítő névmások közül az utolsó csoportot, ez a visszaható névmás. A nevében is benne van, hogy a cselekvés magára a cselekvőre irányul, és ismét a meghatározásban benne van a visszaható névmás alapalakja, ez pedig a maga. Toldalékolható természetesen, hiszen azt mondom, hogy magáról, vagy azt mondom, hogy magadban, tehát nagyon sokféleképpen toldalékolható. Egy példa arra, hogy mi mindent tudunk erről elmondani, magunkkal, ugye alapszófaj, névszó, névmás, a maga és ragozott alakjai miatt visszaható, a mi magunk, ugye benne van a szám személy, többes szám első személyről van szó, de nem az van itt, hogy magunkkal, hanem az, nem az van itt, hogy magunk, hanem az, hogy magunkkal, tehát ez egy toldalékos alak, mégpedig egy határozó ragos alak, a valverrag az eszköz és társhatározónak a ragja. Ebben a videóban tehát a csak főnevet helyettesítő névmásokkal ismerkedtünk meg, a személyes, a birtokos, a kölcsönös és a visszaható névmással.